Mit gondol arról, hogy nincsen egyetlen női miniszter sem az új Orbán kormány? Így alakult. Nem a nemiség, hanem a hozzáértés és a tapasztalat számít, mint mindig. És a nők között nincsen ezek szerint hozzáértő? Ne adjon olyat a számba, legyen szíves, amit soha nem mondtam. Nem lenne jobb üzenete egy európai ország? A miniszterelnöknek joga egyébként, hogy a kormányának a tagjait megnevezze, meg is tette. És női kormánytag? Most hallott róla először? Nem tudom, mire gondol. Hát, hogy nincs női miniszter a kormányban. Van ott, tessék szétnézni. Mit gondol arról, hogy nincsen női miniszter az új Orbán kormányban? Miért kellene, hogy legyen? Szerintem csodálatos a kormány összetétele, teljes mértékben egyetértek vele. Ez a kérdés durván dimenzionálva. Ez nem az én dolgom. Én sajnos ezen segíteni nem tudok. Köszönöm szépen, minden jót. Nem gondolkodtam még ezen. Szerintenek milyen üzenete van? Szerintem lesz a kormányban hölgy tag, biztos az államtitkári karban. Nem válaszolna nekem? Nem hiszem, hogy a nemek szerint történt volna a kinevezés. Nyilván a alkalmasság az egy fontos szempont volt. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy nincs alkalmas női politikus az ilyen szerepekre. Szerencsés dolog, ha a politika világában megfelelő súllyal képviseltetik magukat a nők. Látványra nincsen meg ez a megfelelő súly, azt elmondhatjuk. Igen, de nagy valószínűséggel olyan szempontok előzték meg ezt a szempontot, amik nem elhanyagolhatók. Szerintem egy kormányban szakembereknek kell mindenek előtt dolgozni. Biztos vannak a hölgyek között is kiváló szakemberek. A kormányfő úgy találta, hogy erre a pozícióra jelenleg ezek a személyek a legalkalmasabbak. Köszönöm szépen az érdeklődés. Nem lenne európai üzenete annak, hogyha lenne azért nő is a miniszterek között? Tehát, hogyha a Fidesz küzd a női egyenjogúságért, mert pedig azt állítja, akkor nem lenne célszerű? Hát nem hogy csak, hogy küzdünk a női egyenjogúság ellen, hanem egyébként bizonyos értelemben vannak egész rendkívül fontos szakmák, amelyek idézőjelbetében el vannak női esetben. A bírók döntő többsége nő, hát Istenem, ettől még egyébként nem érzem a férfi társamat elnyomottnak. Én nem szeretem ezt az unisex világot, ahol a nő meg a férfi egyforma, meg kicserélhető. Egy férfi legyen férfi, egy nő meg legyen nő. Én például kifejezetten örülök annak, hogy nincsen férfi műhúszás, és nem érzem magam elnyomottnak attól még, és szerintem a nők egyenjogúságáért nem patika mérlegel, centiméterre meg darabszámok kell küzdeni.